Készülnek a múzeumok éjszakájára a Józsa András Múzeum egyik kiállító termében. Itt a nő jelenik meg. Az egyik sarokban egy szál pendelyben áll a ruhás szekrény előtt, mert nincs egy ruhája, amit felvegyen. A kiállítás többi része viszont azt mutatja meg, hogy igenis van. Többféle ruhája, kiegészítője és személyes tárgya. Ez lesz az egyik kiállítás, amellyel az intézmény szombat este várja a látogatókat. A látogató legyen a középpontban. Közösen készül a múzeumok éjszakájára az idén a Józsa András Múzeum, a Kállai Gyűjtemény, a Levéltár, és a látogatók kisvonattal eljuthatnak a tűzoltóság kiállításához és a Móricz Zsigmond utcai vízügyi gyűjteményhez. A Józsa András Múzeumban Mácsai István festőművész tárlatát fiai rendhagyó tárlatvezetésen mutatják be. A kicsi, a nagy, a szép és a csúf címmel az Orosz Megapark anyagából nyílik kiállítás. Az érdeklődők bepillanthatnak a restaurátorok műhelyébe, láthatnak rejtett érdekességeket a műtárgyraktárból, és megelevenedik a retró világa. A múzeum udvarán lévő egyik lakást retro lakást alakítottuk át, tehát olyannál, amilyenben mi éltünk mondjuk a 70-es évek elejétől mondjuk a végéig, mert tulajdonképpen az a korszak, nekem legalábbis ez a korszak a retro korszak, de emellett retro játékok, tehát a mi gyerekkorunk játékai várják a gyerekeket, és Farkas Tibor Schulz várja a felnőtteket egy igazi retro bulival, elhozza az első lemezjátszóját, elhozza az a lemezeket, és mint régen a lemezlovas úgy fogja levezényelni az estét, aztán minden lesz retro kívánságműsortól kezdve retro ruhák sifonsó, tehát retro ruhák bemutatója. A múzeumok éjszakáján újra kinyit a Kállai gyűjtemény, a kapu előtt fáklyás őrségváltással hívogatják be a látogatókat, ahol a Kállai család hagyatékát bemutató hagyományos tárlat mellett a múzeum két lakással kibővítve újdonsággal is készül. Kaptunk ebben az évben Kállai Dénestől, illetve neki az apósától, Zsak Fajlemtől egy elég jelentős bogár és lepke gyűjteményt. 32 doboz számunkra jelentős, mert a meghatározása az eléggé nehéz feladat elé állított minket, mert egyiken sem vagyunk természettudósok, na ezt kitesszük, hogy láthassák az emberek is, hogy a trópusi vidékeken milyen szép pillangók repkednek, tehát tényleg gyönyörűek, mutatósak ezek a dolgok. Lesznek kint agancsok is, a természettudományi gyűjteményünknek egy részét legalább megmutassuk. A Kállai gyűjteményben lesz agancs kiállítás, külön vélemény címmel pedig egy különleges érintés nélküli kinek technikával elevenedik meg a digitalizált múzeumi világ. A gyűjtemény udvarán kézműves foglalkozások, vásári bábjáték és történelmi bemutató várja a gyerekeket, lesz görögest és múzeumi lézersó is. A múzeumi programokon közönség elé lép Pogány Judit, Pregicer Fruzsina Gosztola Adél és a Nagy Dumás Ricsi fiú, a Hétfő Este Blues Band és Komár László. A múzeumok éjszakáján retro ételek is várják a látogatókat.